Köszöntöm a Bátor Televízió minden kedves nézőjét mai pénteki műsorunkban. Egy olyan összefoglalót tekinthetnek meg, amelyben megismerkedhetnek tehetséges diákokkal. Ezeket a diákokat június 3-án egy városi ünnepség keretében köszöntötték a Kulturális Központ színház termében. Természetesen a tehetséges tanulók mellett, ha szerencsénk volt, akkor meg tudtuk kérdezni felkészítő tanáraikat is. Jó szórakozást kívánok! Június 3-án rendezték meg a Kulturális Központban azt a hagyományos ünnepi programot, ahol a 2018-19-es tanévben kiválóan teljesítő tanulókat hívták színpadra, és köszöntötték őket társaik, felkészítő tanáraik és szüleik előtt. Ezúttal több mint 100 Nyírbátorban tanuló diák részesült elismerésben. Miben jeleskedtél? Milyen versenyeken vettél részt? Leginkább magyarban, meg szövegértésből azon belül, viszont angol versenyekre is jártam, ott is eredményesen szerepeltem. Mindig is ilyen voltál? Szerintem igen, első óta, hál' Istennek, igen. Mindig olyan pedagógusok vettek körül, akik erre sarkaltak, vagy alapvetően is szívesen megmutatod a tudásodat? Szívesen is, meg olyan pedagógusok vettek körül, őket a példaképeimnek is tartom. Nagyon magas színvonalon oktatnak nálunk tantárgyakat, és azért szeretem is. Ott álltatok egymás mellett a tanáraiddal, a felkészítő tanáraiddal a színpadon. Kik ők? A magyar tanárom volt, Marica néni, meg a történelem tanárom, Lila néni, akikre a második anyukám tekintek. Ez esetleg a továbbtanulásodon, ez meg fog látszódni az iskola vagy a pályaválasztásnál? Bizony, meg fog, igen. Hová jelentkezel? Nyíregyházára, a Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Azonban is a haladó angol tagozatra. Kórodinítót Mária és nagyné Lőrinc Lilla tanárnő. Minek köszönhető az, hogy az ön keze alól ennyi különböző versenyeken ilyen jó eredményt elérő diák születik meg? Először is köszönöm a dicsérő szavakat. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés pedagógus lehetett, hiszen nagyon tehetséges gyerekekkel van szerencsém dolgozni. A siker titka talán az is, hogy 5. osztálytól dolgozom ezekkel a gyerekekkel. Az nem jelenti azt, hogy 5., 6. nem értek el gyerekek sikert, de most javarészt 7. és 8. osztályos gyerekek, akikről el kell, hogy mondjam, hogy ők 5-től kezdve a dobogó legfelső fokán állhatnak. Tehát azt gondolom, hogy a hosszú és következetes munka a gyümölcsét meghozza, nagyon tehetséges gyerekekről van szó, és nagyon alázattal dolgoznak. Tehát egy-egy megmérettetése azért azt tudni kell, hogy nem úgy van, hogy csak beesünk a versenyre, hanem mi felkészülünk. Igazából el kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb versenyre mi visszatérő vendégek vagyunk. A gyerekekkel már szeptemberben megbeszélem, hogy az esztendő során milyen tanulmányi versenyek állnak előttünk, és hogy ki mire szeretne menni. Szeretnek a gyerekek versenyezni? Könnyen ráállnak? Nagyon. Nagyon. Soha nem kell őket erőltetni. Sőt, azt is el kell, hogy mondjam, hogy ebben is olyan szerencsés vagyok, hogy egy osztályban tulajdonképpen leosztva találjuk a szerepeket, valaki szavaló versenyre szeret menni, valaki a szövegértésben méretteti meg magát, valaki az anyanyelvi versenyeket szereti, és így soha sincs rivalizálás, hogy melyik versenyre kimenjen. Végül hadd kérdezzem meg, hogy jó választásnak tűnik a pedagógusi pálya? Én nagyon őszinte vagyok, éppen most írtam a portfóliómat, és olyan jó volt visszaemlékezni 23 év táblatában, amióta pedagógus pályán vagyok. A portfóliómban írtam le, hogy 6 éves korom óta pedagógusnak készülök. Nem tudtam még írni, olvasni, de a babáimat osztályként állítottam, az 1-es meg az 5-ös tudtam, sohasem választanék más szakmát, azt gondolom, hogy nagyon jól döntöttem, és boldogsággal töltöm a mindennapjaimat. A versenyen 9. helyet szerzett felkészítő Szabó Jánosné.
Miért hívtak fel a színpadra ezen a tehetségnapon téged? A szövegértés verseny miatt, meg az országos angol verseny miatt, ami London Bridge névvel volt meghirdetve. Ritkák a versenyek az életedben, vagy gyakran jelentkezel, és szívesen mész? Elég gyakran jelentkezem, és általában nem az a célom, hogy nyerjek, hanem hogy ott legyek és gyakoroljak. És bejön a számításod? Hát néha bejön, néha nem. Elég gyakran vagyok ott a dobogón, de van olyan is, amikor lemaradok róla. Szülők mit szólnak hozzá? Hát örülnek neki természetesen, de néha nekik is elegük van abból, hogy folyamatosan járni kell. Mert sokszor ugye nem helyben zajlanak ezek az esetek. Melyik a legemlékezetesebb versenyed? Mindenképpen a London Bridge országos verseny, mert még soha nem voltam országosan, és az nagyon megmaradt bennem. Pedagógusok közül kik azok, akik ott álltak melletted a színpadon? Mindenképpen a magyar tanárom, Marica néni, és a tangol tanárom, Olgi néni, de ő neki nem sikerült eljönnie ma. Ezeket a tantárgyakat alapból szereted, vagy számít neked az, hogy kitanítja? Alapból is szeretem őket, de persze nagy jelentőséget játszik a tanárnén is. Tudod-e már, vagy sejted-e már, hogy milyen irányba szeretnél tovább menni, tovább tanulni? Mindenképpen nyelvvel szeretnék, mert úgy érzem, hogy a nyelv az erősségem, és mindenképpen Debrecenbe szeretnék, de pontosan még nem tudom, hogy hova. Álltál már ezen a színpadon ilyen tehetségnapon? Igen, tavaly is itt voltam, szinte ugyanezekkel az eredményekkel. Voltál-e már itt ilyen tehetségnapon a színpadon valami miatt, vagy ez az első év? Még nem voltam soha, ez volt az első ilyen év. De nagyon szép eredmények miatt hívtak föl a színpadra téged. Mik voltak ezek? Volt egy eszíró verseny, amit egy ilyen Nagybázsonyi Mátyás király emlékév alkalmában rendezték meg. És ez egy országos verseny volt, középiskolás kategóriában esszét kellett írni, és Pannának lett a legjobb az esszéje, úgyhogy emlékplakettel és oklevéllel jutalmazták. Ez volt az egyik a tanévsorám. Ez volt az első ilyen nagyobb országos eredményem, utána volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által megszervezett történelem verseny, amin hát ott negyedik helyet értem el, ami ilyen külön díjnak számít, és ez is nagyon-nagyon nagy siker volt számomra. A történelem az neked mit jelent az életedbe? Jelenti-e például ez a mai nap, hogy a jövődet befolyásolja? Egyébként a történelmet nem régiben szerettem meg, előtte inkább így a matematika irányába fordultam, de most így a történelem az nagyon sokat jelent számomra, és ezzel tervezem a tovább tanulásomat is, így tovább. Lehet-e arra számítani, Nyírbátori vagy egyébként? Igen, Nyírbátori lakos. Lehet-e ilyenkor arra gondolni vagy számítani, hogy azok a fiatalok, akik itt nőnek fel, és mondjuk szeretik a történelmet, vagy megszeretik közben, hogy mondjuk a saját kis kulturális történelmi városkájukról mondjuk többet tudnak, mint az átlagdiákok? Hát igen, annak idején vettem részt ilyen várostörténeti vetélkedőn, ott háromszor értünk el első helyezést, tehát szinte majdnem mindent tudok a várostörténelméről. Ilyen szempontból igen. Ezt nagyon jó hallani. Gratulálunk tanárnőnek kettő szempontból is, hogy most itt néhány napon belül ugye kétszer találkozhatunk, hiszen a pedagógus napi ünnepségen önt is felhívták, és egy nagyszerű elismerésben részesítették. Ehhez is gratulálunk, illetve hogy a fiatal hölgy felkészítése is ilyen sikeresnek mutatkozik. Nehéz-e a választott pályája? Hogyan látja? A pedagógus pályának és mint minden szakmának megvannak az árnyoldalai, nehézségei, de én úgy gondolom, hogy igyekszem szívvel, lélekkel csinálni a dolgokat, úgyhogy nekem nem fáradtság mindenféleképpen, úgyhogy én nagyon szeretem csinálni. Milyen elismerést kapott a pedagógus napi ünnepségen? Az a megtiszteltetésért, hogy az iskola vezetése engem tartott méltónak arra, hogy ebben az évben az aranygyűrűt megkaphassam. Úgyhogy ez egy nagy elismerés volt a számomra. Könnyű volt Lilát felkészíteni? Alap,
Olimpiában véve szerintem igen, tehát egy nagyon ambiciózus fiatal lány, aki érdeklődik a történelem iránt, úgyhogy nem volt nehéz az ő felkészítése. A két verseny közül amúgy az egyiket azt ő találta magának ugye közvetett módon, úgyhogy ő csak jött hozta, hogy lehet pályázni, és akkor csináljuk. És ez így is volt. Körzeti verseny második hely, angol nyelvi triatlon verseny harmadik, nyelvész anyanyelvi verseny második, Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Gimnázium történelem versenye első. Miért állt a színpadon ez a két fiatal, a két tanuló a mai tehetségnapon? Mind a két diák nagyon szép sikereket ért el több tantárgyból is, de az én területemhez tartozó tantárgyról szeretnék pár szót mondani, történelemből. A fiatalember országos történelemverseny 5. helyezést ért el, a hölgy pedig a megyei történelemversenyen 1. helyezést ért el. Mióta tanítja ön a történelmet, és mekkora lelkesedéssel? 26 éve vagyok a pályán, és kezdettől fogva tanítottam a történelmet. Rettentően szeretem a másik tárgyamat is, az éneket. Nagyon szeretem, és amíg ilyen tehetséges diákok vannak, addig nagyon-nagyon szeretném tovább is tanítani. Nyírbátori? Igen, tőzsgyökeres nyírbátori vagyok. És hol tanult? Nyíregyházán tanultam a Bessony Egy György Tanárképző Főiskolán, egyébként pedig ennek a helyi gimnáziumnak voltam a tanulója. Biztos volt egy olyan történelem tanára, aki onnan megszerettette ezt az irányt? Két tanár nevét szeretném megjegyezni. A 8. történelem tanárom Munkácsiné Marika néni nevét, és akire nagyon jó szívvel gondolok vissza, és akinek köszönhetem, hogy történelem szakos pedagógus vagyok, volt gimnázium tanárom Őri Lajos tanár úr. 5. helyezést ért el felkészítője Nagyné Lőrinc Lilla tanárnő. Hány versenyen vettél részt? Hát most pontosan nem tudom, de elég sokan. Most ebben az esztendőben? Hát most egyen. És hogy emlékszel rá vissza? Hát nagyon izgalmas volt, és nagyon vártam már. Hol volt ez a verseny? Budapesten, a egyetemen. Kivel mentél? Lilla nénivel, a történelemtanárommal és két osztálytársammal. Milyen érzések voltak benned, amikor egy ilyen országos versenyre elindultál? Tehát számítottál arra, hogy jó helyen fogsz végezni, vagy nagyobb az izgalom ilyenkor, meg egyáltalán meg lehet-e nyugodni, amikor látod a feladatokat? Hát én most valamiért nagyon nyugodt voltam, és hát a legjobbamat hoztam szerintem. Gratulálunk neked! Melyik versenyről kell, hogy beszéljünk a te esetedben? Beszéltünk az angol versenyről, történelem versenyről, vagy magyar nyelvi versenyekről is. Egyenrangúak az életedben ezek a versenyek? Abszolút, mert minden három tanárnőm nagyon kedves és aranyos, nagyon szeretem őket, és mindhárom tantárgy a meghatározó tantárgyak az életemben. Kik a felkészítő pedagógusaid? Lilla néni, Abroncsos Judit néni és Kóródi néni Tóth Mária. Könnyen rászánod magad, hogy elmegy versenyekre, és egyáltalán hány éves korod óta jársz versenyezni? Olyan 4. osztálytól kezdtem el járni versenyekre, és hát könnyen végül is, mert mondják, bíztatnak minket a tanárok, és felkészítenek abszolút. Ebben az esztendőben, ebben a tanévben melyik volt a legnagyobb kihívás számodra? Nyelvvizsga után mentem az angol versenyre Budapestre, és fáradt voltam kicsit, szóval emiatt. De emiatt volt csak a legnagyobb kihívás? Hát igen. Eredményed? 9. lettem. Országos 9. Gratulálunk! A tehetséghéten matematikából 3., a tehetséghéten szövegértésből 1., és a megyehatár menti matematika versenyen 3. hely. És országos... Kamilla, miért hívtak a színpadra a mai tehetségnapon? Mert több tantárgyban is eredményesen szerepeltem, legtöbbet a matematika és a magyar miatt. Melyiket szereted jobban, ha lehet ilyet kérdezni, vagy mindkettő hasonlóan foglal helyet a szívedben? Mindkettőt ugyanannyira szeretem. Kicsit talán a matematikában eredményesebb vagyok, de a magyar is közel áll a szívemhez. Sokat szoktál otthon tanulni, vagy elég jól megy, ha figyelsz az órákon? Szerencsére, hogyha az órákon figyelek, akkor elég sok minden megmarad bennem, és otthon csak keveset kell rátanulnom. Valamint, ha versenyekre szoktam menni, akkor szoktam előtte kicsit többet tanulni, hogy jól szerepeljek. Kik azok a pedagógusok, akik segítik a felkészülésedet? Hát az osztályfőnököm, a matek tanárom, az informatika tanárom, ők a legtöbbet, így hárman. Hány verseny
díszítette ezt a tanévet neked? Nem tudom, szám szerint kb. Olyan 10. És hová jutottál el? Hova kellett elutazni Bátoron kívül? Voltam Nyíregyházán, Vásárosnaményban, Budapesten, Kecskeméten. Melyik volt a legkedvesebb, és mi miatt? Hát minden versenyem nagyon jó volt, talán a Kecskeméti, mert ott olyan emberekkel mentem, ugye az iskolából, de ugye nem sokat beszéltünk előtte, és ott jobban össze tudtunk barátkozni, és ebből olyan barátságok születtek, amit utána is tartottunk az iskolába. Tanulmányi versenyen első helyezést ért el felkészítői Dankóni Lucsánszki Erika, Pócsi Irén, Jóni János tanár úr. A tehetséges tanulók köszöntésekor téged is fölhívtak a színpadra, és egy elismerést kaptál. Milyen tantárgyakban vagy a legjobb, és milyen versenyeredmények miatt hívtak a színpadra? Informatika, matematika, hát főleg inkább ezek. Mióta érdekelnek téged ezek nagyon? Hát másodikos korom óta. És hány versenyen lehettél már eddig? Sok. Idén? 5-6. Körülbelül. Melyik volt a legjobb eredményed, amire leginkább büszke vagy? Hát itt a Bátori István Református Általános Iskolába vettem első, a Szent Imre Gimnáziumban Nyíregyházán, meg egy csapatversenyem, Tiszafüreden. Mennyit foglalkozol a suliban megtanult dolgokon kívül ezekkel a tantárgyakkal? Nem sokat. Úgyhogy hát 15 percet körülbelül. Igen. Fogsz-e még a jövőben is versenyezni? Éltetnek-e téged ezek a jó eredmények? Igen, szeretnék majd később is. Voltál-e már itt a színpadon korábban? Igen. Mikor? Tavaly előtt. Akkor mi miatt? Hát rajzverseny. Országos esőhelyezés. Értem el a Magyar Közútnak a rajzverhelyezetem. Na hát most egy kicsit más képet mutat az, ami miatt téged fölhívtak ki. Azok a pedagógusok, akikkel tanulsz, és akiknek részben köszönheted, hogy ilyen eredményeid vannak. Hát Dankóni Lucsánszki Erika, Pócsi Irén, és sokan mások. Általában is jó tanuló vagy a eredményeid? Igen. És a haverjaid is? Igen. Körülbelül hány gyermek neve mellett említették az önnevét a mai tehetségnapon a színpadon? A mai napon körülbelül 11 tanuló voltam a felkészítő tanára, akik az országos döntőre bejutottak. Természetesen ettől sokkal több versenyzőm volt, és szakorosan. Az informatika tantárgyat kell, hogy kiemeljük az ön és a tehetséges tanulók közös esetében. Mennyire nyitottak a gyerekek, vagy már övék a jövő, és így az informatika is könnyebben megy nekik? Természetesen nyitottak, ez a jövő, és ezt ők nagyon jól tudják, és hát a mi dolgunk az, hogy irányítsuk a megfelelő irányba, hogy a programozás, illetve az egyéb területeken ki miben tehetséges, abban fejlesztem őket. Mivel elég korán kezdem el őket tanítani, már negyedikes korukban, korábban harmadikos osztályokban, évfolyamokban vezették be az informatikát, és én akkor már felfedezem, hogy ki melyik területen a jó, és akkor abban fejlesztem őket. Én matematika szakos is vagyok, ezért ugye látom, hogy kiknek milyen a logikája, azokat a programozás felé irányítom, a többieket pedig a más területen. Mit mondhatunk el? Önnek biztosan sok tapasztalata van. Van elegendő számú színvonalas verseny a gyerekek számára az informatika területén, mondjuk? Van elég sok, csak nem biztos, hogy elérhetővé válik. Nekünk azt fel kell fedezni, illetve a hozzánk érkező felhívásokra reagálni, észrevenni időben, és akkor részt tudunk venni különböző versenyeken. Ha a pedagógus pályáról, az ön választott pályájáról kérdezem, akkor nem tudom hány év után mit tud elmondani erről a döntésről? Sok éve tanítok, már majdnem nyugdíjba fogok menni nem sokára. Jó döntés volt. Persze voltak, mint minden egyes szakmában, illetve hivatásban mélypontok, de ezek a versenyeredmények mindig túllendítenek, és ez mindig felülemel és tovább visz. Milyen a gyerekek részéről a visszajelzés? Egy-egy jól elvégzett munka után, egy versenyen elért jó eredmény után, mit jeleznek önnek vissza? Hogy szeretik csinálni, nagy kedvel csinálják,
és ők is keresik ezeket a lehetőségeket, a verseny lehetőségeket. Az ismert versenyeken, mint a logó, meg a PC kismester, a grafikai verseny, már szeptemberben kérdezik, hogy mikor kell benevezni, mert ők nagyon szeretnének részt venni, tehát szeretnek versenyezni, megmérettetni magukat. Ön nyilván minden esztendőben ott áll valamelyik gyerek háta mögött szerepel, közös fotón velük, mekkora büszkeség? Nagy büszkeség.